tartod, hogy ne folyjon még most egyenlőre ki. Vigyázz, mert ne nyomd ki, mert akkor kijön. Egy praktikus tanács, hogy ne menjen kárba a barack krém. Eközben szvorgos kezek készítik elő a Rákóczi túrós pohár desszertjéhez a morzsát és a túrómuszt. Mindezt a 6. alkalommal megrendezett szakmakóstoló hét keretein belül, amelynek célja, hogy megszerettessék a fiatalokkal a szakmát, megtanítsák nekik az alapokat, és bemutassák a távlati lehetőségeket. Azt tapasztaljuk, hogy ugye a közelmúltban elindultak újra a technikusi képzések, iskolánkban jelen pillanatban sütőcukrász technikusi képzést tudunk a továbbtanulóknak ajánlani. Ezek nagyon népszerűek, valamint az édességkészítő szakmák. Az iskolában 5 éves a sütő- és cukrászipari technikus képzés, ahol az élelmiszer nyersanyagainak vizsgálatát, feldolgozását, tárolását és csomagolását is megtanulják, de sokan már szinte sütőipari alapokkal érkeztek a pályaorientációs hétre. Engem már kiskorom óta nagyon is vonzott ez a pék, cukrász, kiskoromban is anyukámmal rengeteget sütöttünk, főztünk. Komoly és konkrét elképzelésem nincs a jövőben, hogy ezt miként fogom hasznosítani vagy felhasználni az életemben, de nagyon örülök neki, hogy betekintést nyerhetek és kipróbálhatok érdekes dolgokat, amiket például otthon nem tudnék kipróbálni, mint tegnap linzert készítettünk, ma is pohársüteményeket, szóval nagyon izgalmas. Anikó nyáron a medgyes piskóta elkészítését szeretné megtanulni, stábunk ott járt, akkor viszont épp egy pohárdesszertet gyakoroltak. Ennek megkoronázása a különböző méretekben és formákban készülő csokoládé dekoráció. Megolvasztom a csokit először is, és akkor utána szilikonos papírba kiformázom, és megdermesztem, és utána felrakom a süteményre. Bálint, bár mozdonyvezető szeretne lenni, rutinosan fejezte be az utolsó mozzanatokat. Nem csoda, szinte a vérében van a cukrász szakma. Igazából a nagymamám is nagyon szeret sütni, az anyukám konyhán dolgozik, és én is nagyon szeretek sütni, főzni. Nagyon érdekel a szakma, nagyon szeretek az ilyen dolgokkal foglalkozni. Az egyhetes szakmakóstoló zárónapján pénteken játékos vetélkedő várja a gyerekeket, de azt is megtanulhatják, hogyan kell grillást vagy mézes kalácsot készíteni.